van, milyen probléma van a vagykonszulnak. Nem tudom. De alapvetően azért van az apparátus, tehát hogyha öntől megkérdeznék, ez nagy valószínűség szerint ön sem tudna hirtelen válaszolni, azért van az apparátus, hogy ezt kiszámolja, és nyilván az elég hosszas eszmefuttatást hallottunk arra, hogy hogy kell egy város költségvetését összeállítani. Nyilván meg lehet találni azokat a lehetőségeket, hogy ezt a bevételkiesést az első évben talán kompenzáljuk. Meggyőződésem külön, hogy a következő években ez nem kiesés lesz, hanem nyereség. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy természetesen mondhatni olyanokat, hogy kevesebb DKB, vagy kevesebb fluoridázás és több empátia, de nem szeretnék ebben az irányban. Köszönöm. Ezt a sok sületlenséget lehet beszélni, kedves képviselő úr, de hogyha én teszek egy javaslatot, mint ahogy el is mondtam, hogy mennyi bevételkiesést jelent az önkormányzat számára. Az a javaslat, amit én a közülésre tettem, akkor mondjuk elvárható lenne öntől is, hogyha tesz egy olyan javaslatot, hogy a helyi adót mérsékeljük, akkor megszámolja, kiszámolja azt, utána megszámolja a lábannak, hogy milyen a következménye. Természetesen lehet, hogy ez egy hívó elvárás minden kapcsolatban, de a lényeg az, hogy nem tudta arra kérdésre válaszolni, hogy mi a következménye. Picit nagyobb komolyságot is elvárom az ember képviselő úrtól természetesen, és én azért nyugodtam a fejemet, mert teljesen biztos voltam abban, hogy nem nézett utána, és nem veszi figyelembe azokat a következményeket, amelyek egy ilyen adószabályozás esetén jelentkeznének a város gazdálkodásában, és korán sem cél, sem lehet célom nekem sem, és másnak sem a város költségvetését összeborítani, mert hogyha ugye arról beszélünk, hogy kit választottunk, és a város polgárai felelősséggel tartozunk, akkor felelősséggel tartozunk annak a városnak a gazdálkodásáért, amelyek kapcsolatban döntéseket hozunk, és az a minimum elvárásnak, ha teszek egy javaslatot valamire, akkor annak kiszámolom a következményét, és tisztában vagyok azzal, hogy a döntésemnek vagy a javaslatomnak milyen következményei lesznek. Köszönöm. A polgárokkal szemben a migránsok mellett kampány. Segélykiáltások voltak a polgárok részéről ön felé, meg mi felé, és ön idehozta volna a migránsokat. Felelősség kérdés ön részéről fölvetni, azt kell mondjam, hogy aljasság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az az igazság, mindig mosolytsa az arcomra, ha a Fidesz munkás tagozata egy kitartott bűnözőkkel terhelt párt megpróbálja megvédeni különben a Fidesz, hát ez nagyon jó. Polgármester úr, azt kell, hogy mondjam, hogy szemérmetlen volt az érvelése. Én nem ezt a szintet szoktam meg öntől. És hogy egy nagy klasszikus Tósa Lajost idézzek, hát ne jöjjön meg teljesen. Tudnélik, most nem a költségvetést tárgyaljuk, polgármester úr, hanem az elvi alapokat rakjuk le az adózásunknak. Most az csak nyilván elhatározás kérdése, hiszen lehet látni, több száz település nem 1,7%-os adóalapot, hanem ennél lényegesen alacsonyabb adóalapot állapít meg. Tehát ezt meg lehet tenni. Ez elhatározás, mondhatnám azt is, hogy politikai döntés kérdése. És ez a döntés az ön kezében van. Nyilván önnek kell tudni eldönteni, hogy segíti a debreceni vállalkozásokat, vagy pedig a lehető legnagyobb mértékben a lehető legnagyobb adóval sújtja. Úgy tűnik, hogy a döntés megszületett. Köszönjük a polgármesterünk. Jó, először az adózásra akartam beszélni, de szerintem sokkal fontosabb, amit itt valahogy megint megenged magának, és nagyon előteljesen vissza kell utasítanom, hogy itt miket állít, hogy hisz bűnözőnek nevezi a frakciót, ami közben ön ellen is büntető eljárás folyik. És ezt kérem, hogy kérjen bocsánat, hogy ne tegyen pont elég ilyeséget beszélni. Köszönöm szépen. Az adók előzmények világától. Igaz, hogy Valpárgányt a szolgálatot építette meg, de én azt javasolnám, hogy térjük vissza a normális kerékvágásba. Mert nem akarok más szavakat használni, de képviselő úr, azt kérném, hogy a demagógia az a józanságát nem veszélyeztesse. Tehát az, amikor arról beszél egy adózással, helyi adóval kapcsolatos előterjesztés okán, hogy nem a költségvetést tárgyaljuk, akkor
hiszen a lefekvő költségvetés egyik legfontosabb eleme a helyi adó bevétel. Akkor, amikor a helyi adó mérsékléséről beszélünk, akkor természetesen jelentős részben a város költségvetéséről, 2016-os, 2017-es, az azt követő évek, nem is csak egy év költségvetéséről beszélünk természetesen, és abszolút felelősség teljesen kell gondolkodni akkor, amikor aközött az út között kell választani, hogy demagóg módon azt mondom, amit természetesen minden ember nagyon szeretne hallani, hogy csökkentsük az adókat, nem kell adót fizetni támogassuk a kisvállalkozásokra, amivel egyébként egyet tudok érteni, de ezt összhangba kell hozni a város működésével, büdzséjével, lehetőségeivel és a kiadásaival. Mert amikor azt mondja, több száz település alkalmaz 2%-tel alacsony a kiközösségi adót, akkor tegye mellé, hogy az a több száz település tart-e fönn akkora intézményrendszer, mint a Debrecen önkormányzatnak, van-e akkora szociális büdzséje, van-e akkora intézmény fenntartási kötelezettsége, van-e akkora úthálózata, amit javítani kell, van-e akkora infrastruktúrája, amit karbantartani, felújítani, javítani kell. Mert ez sem tette bele a kalapba természetesen, és most csak, hogy picit nagyon nehéz az önfejlődés, hogy mondhatná azt, hogy de például Kecskemét az 1,7%-os kiköltési adót vett ki. Ha jól emlékszem, akkor elmondott ez a helyzet. De ott is van egy Mercedes jár. Tehát megvan a mozgástere a Kecskeméti önkormányzatnak, hogy meghozom egy ilyen döntést, úgy, hogy a Mercedes-ből fakadó többlet helyi adó bevétel bőven kompenzálja azt, amely kiesés keletkezik ezáltal. És őszinte leszek, egyáltalán nincs ellenőre az, hogy elgondolkodjunk azon, hogy majd, amikor ennek a feltételeit fennállnak, és olyan erős a debreceni gazdaság, hogy egy ilyen lépést meg lehet tenni, akkor meglépjük. De a józanság rendkívül fontos, és nem szeretném, hogyha olyan döntést hozna a város közülése, amely mondjuk a következő évek költségvetéseit teljesen tönkreteszi. Tehát a realitás az borzasztóan fontos. Ez nem szándék kérdése, hanem a helyzet ismeretének kérdése. Tehát amikor tesz egy javaslatot, hogy 2%-ra, 1,7%-ra csökkentsük az adót, de fogalma sincs arról, hogy ennek milyen költségvetési következménye van, akkor a javaslat komolyságát meg kell kérdőjeleznem, és azt kell mondani, hogy ez egy politikai blöff az a részéről. Nem más. Nem átgondolt, nem kiszámított, ez egy egyszerű politikai blöff. Ehhez én nem kívánok asszisztálni önnek, kedves képviselő úr, ezért volt a reakció olyan, amilyen. És amikor én azt a javaslatot teszem, hogy bizonyos a parlament felhatalmazás alapján meghatározható körök, vállalatcsoportok vagy vállalkozói réteg számára biztosítsunk adókedvezményt, akkor ezt nem abból az aspektusból teszem, hogy nekik legyen jobb, sokkal kevesebb adót fizessenek, és legyen kevesebb a város bevétele, hanem ahogy elmondtam, abból az aspektusból, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy ez a következő években többlet adóbevételt fog generálni. Tehát nem az adó csökkentése van a hangsúly, hanem hogy a városnak e szabályozásnak köszönhetően többlet adóbevétele legyen a következő években. Tehát csak ilyen átgondoltan és a tények és a helyzet pontos ismerete alapján lehet javaslatot tenni. Az is szempont volt természetesen, amikor az innovációs a K+F adókedvezmény bevezetésére tettem javaslatot, hogy a város terhe ne legyen nagyobb, mint a 2015 előtti terhe volt. Tehát ha a bázis nézzük, akkor ne legyen ez terhesebb a város számára, mint ami 2015 január 1-jére volt. Mert ez is egy szempont. De fontos, hogy az innovációs szektor, a technológiai szektor irányába legyen meg a városi kvadratúrája, igen, ide érdemes befektetni, ebbe a városba érdemes befektetni, mert ugyan most csak a helyi adóról beszéltünk, tehát az iparüzési adó alakulásáról. Na de az, hogy ezek a vállalatok itt működnek Debrecenben, ez pontosan azt is jelenti, hogy az a rengeteg fiatal, aki egyébként lehet, hogy elhagyná a várost, elmenne Debrecenből, az itt kap állás, és nem is akármilyen állás, olyan szektorban, amelyik jól fizet, amelyre lehet építeni, amelyik perspektívát jelent, minden debreceni fiatal számára.
mondjuk 2050 körül elérjük a 240-250-es lakosság számot, ami a közép-európai régió nagyvárosaival futott versenyben rendkívül nagy jelentőséggel bír, akkor muszáj olyan gazdaságpolitikát és filozófiát képviselni a város vezetésének, ami a fiatalokat itt tartja a városban. És ennek az adópolitikának ez is a következménye. Ezért is fontos számunkra, hogy a város közülése egyetértsen ez a szándéka, mert ez egyértelműen szállod annak, hogy a fiatalokat, a jól képzett, szakképzett fiatalokat itt tartsuk a városban. És az egyik legfontosabb szempont, és nem is az helyi adóbevétel ebből a szempontból a legfontosabb, hanem talán még ez ennél picit fontosabb, hogy a jól képzett, tehetséges fiatalokat itt tartsuk a városban. Köszönöm szépen! Több hozzászólás nincs, amit már lezárom. Először a módosító indítványról fogunk szavazni. Varga Zoltán képviselő módosító javaslatot nyújtott be az előterjesztéshez, mely szerint azt javasolja, hogy Debrecen városában működő vállalkozások kibocsátási adója az eddigi maximum 2%-os értékből 1,7%-ra esett. Kérem szavazni. Öt igen, 21 nem és 6 tartózkodás mellett közülés ezt a módosító javaslatot elvetette. Most a rendelt módosításról fogunk szavazni. Kérem szavazzon. Igen is két tartózkodás mellett a közülés a határozat javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen!